Hetek óta kérdés, hogy a Fidesz marad vagy maradhat-e az Európai Néppártban. Az utóbbi napokban még élesebbé vált a pengeváltás a felek között, legalábbis a sajtóban. Hétfőn a Fidesz alelnöke még azt nyilatkozta az állami televíziónak, hogy aktívan keresik az együttműködési formát. Majd jött a szerda, amikor Novák Katalin keményen nekiment Manfred Webernek, a Pártcsalád frakció vezetőjének. A magyar politikus egyebek mellett megjegyezte, Magyarországon nem szokás valakit letorkolni azért, mert véleményt fogalmaz meg. Webert egyébként azután faggatták a Fideszről, hogy Orbán Viktor az évelején tartott kormányinfón megjegyezte, a néppártnak változásra van szüksége. A frakcióvezető szerint a néppárt irányvonala és értékei világosak. Ezért, ahogy fogalmazott, nem kérnek kioktatást sem a politika, sem a választások ügyében. Hajdú Nóra, a stúdióban, kezét csalkom, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt. Ugye megmondta Novák Katalin Webernek az, hogy ne leckésztessen bennünket azért, mert van véleményünk. Azért, hogyha valaki ezt mondja, akkor, vagy ezt gondolja, akkor talán ki is mondhatja, nem? Mármint mit, hogy ne leckésztessen? Hát igen. Vagy ez nem szokás? Amúgy. De szerintem, aki a magyar parlamentet figyeli, az ennél komolyabb és direktebb szócsatákat is hallott már. Inkább az a furcsa szerintem, hogy ez már az európai térfélen is úgy látszik, hogy az európai partnerekkel való beszélgetés során is alkalmazza a Fidesz. Na, beszéljünk a konkrétumokra. Pont néhány perccel ezelőtt, nem tudom egyébként, hogy itt volt, nem figyeltem, hogy már stúdióban állt esetleg, vagy figyelte a beszélgetésünket, de itt éppen Arató Gergelyt arról kérdeztük, hogy ő is tudja azt, amit pártársa kint Brüsszelben, Molnár Csaba, aki azt üzente tegnapi videóüzenetben, hogy ő egy néppárti vezető politikustól olyan tuti információ birtokában van, hogy a Fideszt ki fogják zárni a néppártból. Mit tudunk erről? Ennek az esélye például mekkora egy tízes skálán? Semmit nem tudunk még biztosan, hiszen hivatalos döntések nem születtek. Ugye egyrészt, bár úgy tudjuk, hogy a Bölcsek Tanácsának a jelentése elkészült a Fideszről, de ezt még nem hozták nyilvánosságra. Ezt mikor fogják publikálni, vagy hivatalossá tenni, elérhetővé? Én azt gondolom, hogy mivel a zágrábi elnökké választását követően az, amikor az Európai Néppártnak az élére került Donald Tusk, akkor azt mondta ott, hogy január végéig szeretne döntést hozni abban, mármint nem ő, hanem hogy a pártja hozzon döntést abban, hogy mi lesz a Fidesznek a sorsa az Európai Néppártban. Felteszem, az lenne a hasznos, hogyha ezzel a döntéssel egy időben, vagy ezelőtt pár nappal nyilvánosságra hoznák azt is, hogy milyen jelentést hoztak. De ez erőteljesen meghatározza majd a Vének Tanácsa által összefoglalt információ, hogy most kizárják a Fideszt esetleg, vagy sem? Nem, én azt gondolom, hogy valószínűleg ennek a folyamatnak már a legvégén tartunk. Szerintem ezt mutatja az is, hogy ez az üzengetés megkezdődött, hiszen sok tárgyalni való még nincsen, vagy már nem maradt, de nem gondolom, hogy egy végleges döntés megszületett volna, hiszen még nem, hogy mondjam, nem kaptunk sajtónyilatkozatokat a készhez, de azért már eléggé a folyamat legvégén tartunk. Vizsgáljuk egy kicsit meg, hogy mi történik A forgatókönyv, és mi történik a B forgatókönyv esetén. Tehát mi történik akkor, hogyha mondjuk a Fideszt kizárják? Mi az esélye a Fidesznek arról, hogy valamilyen új párcsaládot hozzanak létre, valakihez csatlakozzanak, vagy teljesen függetlenként menjenek tovább? Azt látjuk, hogy a jelenlegi parlamenti erőviszonyokban az Európai Parlamentben az Európai Néppárt a legerősebb frakciót adja. Így jelen körülmények között a Fidesz azon is kell gondolkodnia, hogy amennyiben ők kilépnek, vagy őket kizárják, akkor nem lesznek többet tagjai a legerősebb pártcsaládnak. Emellett fontos azt is látni, hogy az Európai Unióban elindult egy nagyon erőteljes reformfolyamat. Látjuk azt, hogy Ursula von der Leyen, mint az Európai Bizottságnak az új elnöke, egy nagyon ambiciózus tervet tett le az asztalra. Látjuk, hogy a tegnapi nap folyamán például elfogadtak egy zöld csomagot is, és egyéb más kérdésekben is az Unió erőteljes lépésváltásra készül. Ezt a lépésváltásokat akkor tudja megtenni az Európai Parlament segítségével, hogyha az Európa Párti koalíció, ami támogatja ezeket a döntéseket, továbbra is megy ezzel az úton Ursula von der Leyennel. Ennek a csapatnak a tagjai jelen körülmények között az Európai Néppárt, a szociáldemokraták és a liberálisok, ehhez időnként csatlakoznak a zöldek is, hogyha az Európai Néppártból kilép a Fidesz, vagy kizárják, akkor egyébként ez azt is jelenti, hogy ennek a
hát rendkívül befolyásos frakciószövetségnek nem lesz többet tagja a Fidesz, ez pedig azt is jelenti, hogy ezt a reform folyamatot nem tudja majd befolyásolni sem. És tegyük hozzá azt is, hogy ezeknek a pártcsaládoknak lesz a legfontosabb szavuk abban is, hogy az uniós pénzeket hogyan fogja elkölteni a következő időszakban az Unió, illetve hogy a 2021-27-es ciklusra, költségvetési ciklusra milyen döntések születnek meg. Azaz a Fidesz azt is kockáztatja, hogyha kilép ebből a pártcsaládból, hogy sokkal kevesebb szava lesz Európát meghatározó ügyekben. Igen, de hogyha ki akarna Fidesz lépni, akkor valószínűleg ezt már mondjuk megtette volna. Másfelől azért, hogy a politikánál, vagy a politikában az ember már sokkal nyar, csak furcsaságot látott. Melyik az a pártcsalád mondjuk, amely azt mondaná, hogy az önmaga ellensége lenne azért, mert bizonyos helyzet miatt, ideológiai különbségek miatt kiraknának onnan egy olyan pártot, amivel mondjuk az ő befolyásuk is az Európai Parlamentben jelentősen csorbolna. Persze, de látni kell azt is, amit ugye ön is kérdezett, hogy mi van akkor, hogyha ők nem tagjai már ennek a csapatnak, tehát hogy merre fele tudnak keresgélni. Ugye egyrészt adja magát a lehetőség, hogy az európai konzervatívokhoz mennek, ahol a lengyel, most azt mondanám, hogy testvérpártjuk is, ugye a Jog és Igazságosság ül most. Ugye itt vannak olyan hírek arról, hogy ide kívánnák csábítani az olasz Matteo Salvini féle szövetséget is. Emellett is szólnak érvek, de szerintem amellett is szólnak érvek, ezt nem cáfolt eddig sosem, hogy a Fidesz abban gondolkodik, hogy esetleg egy új frakciót hozna létre, egy-egy pártcsaládból csábítanának át tagokat, és egy új európai pártot hoznának létre, vagy új pártfrakciót hoznának létre. Egyébként az Európai Parlamentnek a házszabálya engedi azt, hogy ciklus közepén új pártfrakciót hozzanak létre. Mondjuk itt azért megjegyezném, hogy van annak valami pikantériája, hogy miközben a Fidesz a saját parlamentjében Budapesten megtiltotta azt, hogy ciklus közben új frakciót hozzon létre valaki, ma már azért elég nyíltan arról beszélgetünk, hogy vajon mely új frakcióban folytatja az útját a Fidesz, amelyben benne van az a lehetőség is, hogy akár új frakciót hoz létre. Mennyire sokkolta bajon az európaiakat a tegnapi hír? Hát szerintem tegnap ugye egy fontos külpolitikai hír volt, ugye az Oroszországból érkezett, hogy Putyin évértékelő beszédét követően az orosz kormány tulajdonképpen benyújtotta a lemondását a miniszterelnökével együtt, aztán estére persze kiderült, hogy már meg is van az új miniszterelnök. Az mindenképpen meglepő volt, hogy egy számos olyan lépés, amit bejelentett Vladimir Putyin, az látható, hogy az orosz elnök lépéskényszerbe került, részben azért, mert orosz viszonyokhoz képest szokatlanul sok tiltakozás, tüntetés volt az elmúlt időszakban Oroszországban, illetve látni lehet azt is, hogy bizonyos kérdéskörökben rendkívül nehéz helyzetben van Oroszország, gazdaságpolitikai kérdésekben is, és az is látható, hogy valamilyen irányban változtatnia kellett az államelnöknek, ezeket a lépéseket most meghirdette, és ebből arról, ezek a lépések azt mutatják nekünk, hogy milyen irányban mozdulhat el Oroszország egy olyan időszakban, amikor már nem Vlagyimir Putyin lesz az elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltálok. Én köszönöm.